Hozam című gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm nézőinket! Több mint 160-an kerültek vissza a munka világába a Bonyhádi járásban a most zárult foglalkoztatási paktumnak köszönhetően. Mindjárt jönnek a részletek, majd megismerkedhetnek két tehetséges kozmetikus tanulóval és tanárukkal, akik talán életük eddigi legfontosabb megmérettetésére készülnek a napokban, de lesz mezőgazdasági témánk is, most a madárinfluenzával foglalkozunk, tartsanak velünk! Elsőként a Bonyhád járási foglalkoztatási paktum pályázatát zárták le sikeresen Tolna megyében. Több mint 70 munkáltató részesült 250 millió forint állami támogatásban a foglalkoztatási paktum projekt keretén belül. A 2016-ban kezdődött és ebben az évben záruló program során 164 hátrányos helyzetű álláskereső vagy inaktív személy jutott munkához, hangzott el a záró rendezvényen. Mátyás Tibor Attila, a szakügyintéző mutatta be a Bonyhádi járásban a foglalkoztatási paktum eredményeit. A paktum egy együttműködés, melynek keretében a munkaerőpiac szereplői összehangolják tevékenységeiket. Így a munkaadók és a munkaerőt képző intézmények közösen dolgoznak azon, hogy a helyi gazdaság igényeinek megfelelő, magas szakmai tudással bíró munkaerő álljon rendelkezésre. Felismerve a tényt, hogy munkanélküliek körében az alacsony képzettséggel rendelkezők aránya a magas, a program célja a célcsoport foglalkoztatásának növelése volt. Az együttműködés keretében olyan képzési és foglalkoztatási programok megvalósítására került sor, melyek a munkaerőpiac bővítéséhez, képzésekhez és az elhelyezkedés elősegítéséhez szükségesek. Mátyás Tibor Attila szakügyintéző mutatta be a Bonyhádi járási foglalkoztatási paktum eredményeit a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban szervezett projektzáró rendezvényen. A foglalkoztatási paktum egy együttműködés, amelynek keretében a munkaerőpiac szereplői összehangolják tevékenységeiket, így a munkaadók és a munkaerőt képző intézmények közösen dolgoznak azon, hogy a helyi gazdaság igényeinek megfelelő, magas szakmai tudással bíró munkaerő álljon rendelkezésre. Felismerve a tényt, hogy magas a munkanélküliek körében az alacsony képzettséggel rendelkezők aránya, a program célja e célcsoport foglalkoztatásának növelése volt. Az együttműködés keretében olyan képzési és foglalkoztatási programok megvalósítására került sor, melyek az elhelyezkedés elősegítéséhez szükségesek. Az alapvető célja a paktumnak az, ahogy a nevében is benne van, hogy a foglalkoztatás bővítése, mely pedig oly módon, hogy lehetőség szerint hátrányos helyzetű személyeket, akik esetleg már régebb óta nem részesei a munkaerőpiacnak, bevonjunk, képezzük őket, és lehetőség szerint itt helyben vagy a környéken különböző cégeknél, vállalatoknál tudjanak elhelyezkedni. Az összes kitűzött szám és indikátor teljesült, sőt még több is, tehát amit 3 évvel ezelőtt megterveztünk, a bevont személyek számát illetően és az állásba helyezettek számát illetően is teljesültek az indikátorok. Ugye van még egy harmadik elvárás, hogy legalább 1/2 évig ezek az emberek állásban is maradjanak. Itt még ugye nem teljes a kör, de bízunk benne, hogy nagyjából nyáron már azt is látni fogjuk, hogy ilyen szempontból is sikeres volt a program. Alapvetően a regisztrált álláskeresők voltak az egyik célcsoport, de jó hír, hogy egyébként a rendszerben nem látható, teljesen inaktív, adott esetben már több éve nem dolgozó embereket is részben sikerült elérni, és őket próbáljuk ugye integrálni újra a munkaerőpiacra. Tehát nem csak a kötelező elvárást hoztuk, hogy akiknek papírjuk van a rendszerben, hanem akik nem látszódtak, azok közül is sokakat sikerült elérni. Nyilván a kormányhivatal közbejárása nélkül ez nem működhetett volna, hiszen alapvetően a rendszerbe a regisztrált álláskeresők ott lépnek be, tehát nyilván az ő adatbázisukból dolgoztunk. Ezen kívül pedig ez a házról házra járás, megkeresés, motiváció abból a szempontból, hogy megéri elmenni egy képzésre adott esetben, szakmát tudnak szerezni, ez azért részben sikeres tudott lenni, úgyhogy akár szájhagyomány útján is sikerült így elérni különböző tagjait a célcsoportnak. Mi ebben a részben, tehát a toborzásban csak a stratégiát készítettük el, és itt helyben az önkormányzat munkatársai, a paktumiroda munkatársai és a kormányhivatal munkatársai összefogásban, ahogy ezt a paktum név is mondja, végezték el ezt a munkát derekasan, és sikerült teljesíteni a kitűzött célokat. Ez a pályázat most lezárul, de nem szabad az együttműködést abba hagyni, hiszen a paktum arról szól, hogy egy kerekasztal köré minden résztvevő üljön le, és arra szeretném buzdítani a résztvevőket, hogy ezt a párbeszédet folytassák, és próbáljanak megfelelni az újabb kihívásoknak, hiszen nagyon sok
kihívás. Az elmúlt 3 évben nagyon nagy fordulat történt a munkaerőpiacon. Erre érdemes új szemmel is tekinteni és felkészülni. A 2016-ban kezdődő programban olyan vállalkozások és szervezetek kaptak anyagi támogatást, amelyek új munkavállalókat alkalmaztak. Ezzel csökkent a Bonyhádi járásban a munkanélküliségi ráta, mivel több mint 70 munkáltató adott állást 164 hátrányos helyzetű álláskeresőnek. Bonyhád város önkormányzata az elmúlt időszakban 6 milliárd forint támogatásban részesült, elsősorban uniós forrásból különböző projektek megvalósítására. Ezeknek a nagy része, a 13-ból 12 olyan, amit az itt élő közösség és figyelemmel kísérhetett, hiszen építkezésekről, beruházásokról, fejlesztésekről van szó. Említhetem itt a szennyvíztelep rekonstrukcióját, ami jelenleg is zajlik, vagy akár a zeneiskola energetikai korszerűsítését, a várajai ifjúsági tábornak a felújítását, a rendezvénytérünknek a megújulását, ez csak néhány példa. De egy közülük a említett foglalkoztatási paktum projekt, az nem volt ilyen látványos, hiszen nem egy fejlesztésről, egy beruházásról beszélhetünk, de legalább olyan fontos szerepe volt az elmúlt időszakban, 2016-os projekt kezdete óta, hiszen az itt működő és a Bonyhád környéki településeket, gyakorlatilag az egész járást lefedő települések igénybe vehették azokat a támogatásokat, elsősorban vállalkozások és olyan munkáltatók, akik lehettek intézmények is, akik konkrét támogatásban részesültek, hogyha munkavállalókat, új munkavállalókat vettek föl. Szerintem ez fontos, hiszen a alapvető cél az volt, hogy a gazdaságot ezáltal is segítsük, és minden projektnek, ha a legnagyobb részét arra tudjuk fordítani, amire alapvetően hivatott, hogy a különböző előírások és szabályok betartása mellett, akkor örömmel mondom el, hogy ebből a 250 millió forintból a 170 millió forintot is meghaladta az a forrás, ami konkrétan munkáltatókhoz került a támogatás formájában. A nagy része mikro és kisvállalkozás volt, és azon belül is elsősorban egyéni vállalkozók, akik egy, illetve egy-két főt tudtak bértámogatással foglalkoztatni, legalább 6, de van több esetben 8 hónapon keresztül. Nekik annyit kellett vállalni, további 3, illetve 4 hónapon keresztül tovább foglalkoztatják őket, van egyfajta utánkövetése a projektnek, és ez egy jelentős támogatás volt, hiszen legalább fél éven keresztül valakinek a bérét és a járulékait egy pályázatból lehet finanszírozni, miközben hatékonyan termel az adott vállalkozásban. Szerintem ez nem nehéz végig gondolni, hogy ez egy nagy segítség. Én örülök annak, hogy több bonyhádi vállalkozás és Bonyhád környéki vállalkozás is igénybe vette ezt a lehetőséget, és bár a mi programunk most lezárult, de a jó hír az, hogy a Tolna megyei foglalkoztatási paktum, amely szintén egy nyertes pályázat volt megyei szinten a megyei önkormányzat által, az tovább folytatódik, és ugyanazzal a célcsoporttal dolgoznak. Tehát mindenki, aki abban a 12 célcsoportba tartozó és álláskereső 25 év alatti inaktív roma származású, és még sok-sok szempont van azoknak, illetve az ő leendő munkáltatóiknak jó hír, hogy ez a támogatás tovább is igénybe vehető a megyében. Mindenki, aki a megyében él, így akkor a bonyhádiak is továbbra is részesülhetnek ebben a támogatásban, amennyiben erre szükség van. A Bonyhádi önkormányzattal együttműködött a Tolna megyei kormányhivatal és a gondozási központ családsegítő és gyermekjóléti szolgálata, mivel ők napi szinten találkoznak a hátrányos helyzetűekkel, és szaktudásukkal segítették a projekt célját. Tolna megyében az elmúlt időszakban toppos források 27,5 milliárd forint érkezett, ebből az én körzetemben, a Tolna megyei második számú választókerületbe 8 milliárd forint érkezett. Ez jelenti Dombóvár, Bonyhád és még 56 települést, a különböző kulturális és egészségügyi célok, szociális célok fogalmazódtak meg, de emellett gazdasági jellegű pályázatok is voltak, így ez a foglalkoztatási paktum, ahol önkormányzatok, Tolna megye, kormányhivatal, járási hivatal és vállalkozók fogtak össze annak érdekében, hogy a munkanélküliségi mutatót még tovább tudják javítani, illetve a foglalkoztatottaknak a számát tudják javítani. Elmondhatjuk azt, hogy a megyében az egyik leggyorsabban fejlődő térség és a legalacsonyabb a munkanélkülisége is, ez a tolnai járás, hasonlóan a Paksihoz.
Szeretnénk, hogyha ezek a jó számok a következőkben is megmaradnának, javulnának, illetve Tolna megye más régiói is ezekhez a számokhoz hasonlót tudna mutatni, ezért dolgozunk. A mai napig tartó Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt keretében a tervek szerint 1051 fő hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív szemét vonnak be a foglalkoztatásba. Egy nemzetközi szakmai verseny magyar válogatójára készülnek a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolájának kozmetikus tanulói. A megmérettetés során kapott felkészítés plusz tudásanyaga mellett olyan lehetőség birtokába is kerülhetnek sikeres szereplés esetén, mely később a munkavilágában is kamatoztatható lesz. Bár a masszírozás nem tartozik az alaptananyaghoz, a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Szakképző Iskolájának tanulói olyan versenyre készülnek, ahol ez is feladat lehet. Pálinkásné Szalai Andrea tanítványai már többször sikerrel szerepeltek a szakma kiváló tanulója versenyen, ahonnan döntős és középdöntős helyeket is hoztak el. A mostani azonban ennél nagyobb falat, és várhatóan a sikert elérő tanulók számára nem csak a győzelem öröme jut osztályrészül, hanem jelentős előnnyel indulhatnak például a munkaerőpiacon is. Most egy kicsit a lányok csak ezzel foglalkoznak, úgyhogy 2-3 hete most már a verseny előtt nagyon sok gyakorlati lehetőségünk van, de azt gondolom, hogy hosszú távon jóval előrébb vannak a tanulmányaikba ezáltal gyakorlatból, mint azok, akik nem vesznek részt ezen a versenyen nyilván. A versenynek a célja, hogy ifjú szakemberek, ifjú tehetséges szakembereket versenyeztessenek, annak érdekében, hogy mindenki a saját országát képviselje a nemzetközi döntőben. Természetesen mi most a magyarországi válogató versenyre készülünk még csak, és ezen 10-14-16 versenyző méretteti meg magát különböző gyakorlati feladatokkal. A lányok olyan tudásra, tapasztalatra, rutinra tesznek szert, amit azért első éves tanulóktól nagyon-nagyon ritkán láthatunk. És minden szakmában a legjobbak maradnak a piacon, és a mindennapokban is csak a legjobbak tudnak érvényesülni és megélni bármelyik szakmából ebből is. Akár az SKTV, ugye a szakma kiváló tanulója verseny, akár a WorldSkills vagy a EuroSkills, ezek olyan rangos szakmai versenyek, amin azért nem minden tanuló indulhat, tehát ehhez mindenképpen kimagasló teljesítményt kell produkálni. Pirisi Réka és Kostyán Kinga teljes odaadással készülnek a megmérettetésre. Úgy vélik, olyan plusz tudást kaptak ebben a néhány hétben, mely még akkor is előnyükre válik, ha nem sikerül különösebb sikert elérni a viadalon. Számomra megtiszteltetés, hogy ezen a versenyen részt vehetek, és nagyon sok új dolgot tanultam a felkészülési idő alatt. Igazából már most úgy érzem, hogy ezzel nyertem, pedig még a versenyen részt se vettünk, még egy hét vissza van. Felkészülési idő igazából egy élményként éltem meg, nagyon jó volt a hangulat, nagyon sok új dolgot tanultam, és már most úgy érzem, hogy ezáltal több lettem. Azért lesz nagy szerepe, hogyha tovább ha végzünk, mert nagyon sok tapasztalatot szereztünk ezáltal, meg olyan dolgokat tanulunk, amit nem tanultak mások. Tanulunk például testmasszást, és ez nem lenne tananyag. Sok olyan dolgot tanulunk még mellette, ami nagyon fontos és jó dolog. A verseny szerintem egy jó lehetőség arra, hogy megpróbáltassuk magunkat, mert ezek mindig egy ilyen kis gyakorlati tapasztalatot adnak számunkra, bár ez egy igen neves és nagy verseny. Hát egy kis izgulás van bennem, de már nagyon várom. Várhatóan a szakmában jó nevet és rangot elért cégek árgus szemmel nyomon követik azokat, akikkel később akár munkavállalóként is számíthatnak.
A versenyzés egyfajta tehetséggondozás, mondja Pálinkásnő Szalai Andrea. Azt gondolom, hogy ez a centrum iskoláinak egy kihívás mindenféleképpen bármelyik szakmát tekintjük, mert azt is elmondhatjuk, hogy mindig vannak rendkívül tehetséges gyermekeink, szinte minden szakmában. Ezt igazolja az, hogy akár asztalos, vagy fodrász, vagy bármelyik kategóriában SKTV döntőben tudunk lenni. Azt gondolom, hogy ez bármelyik iskolára igaz a centrumon belül. És azt is gondolom, hogy tulajdonképpen ez a pedagógus pályának a legszebb oldala, hogyha olyan gyerekeket találunk, olyan diákokat, akik alkalmasak arra, hogy ezen a magas szinten tudjanak teljesíteni. Ez irányban nekem különösen jó dolgom van, hiszen évek óta vannak olyan diákok az osztályomban, akikkel nagyon sok magas szintű versenyen tudunk megfelelni, nagyon jó eredménnyel. Évekig tarthat, amíg a magyar baromfi, liba és kacsatenyésztők újra exportálhatnak húst Kínába, Izraelbe vagy Dél-Koreába. Ezek az országok is megtiltották ugyanis a madárinfluenza miatt a magyar szárnyasok bevitelét. Az Agrárminisztérium most pályázatok segítségével enyhítené a károkat. Januárban két magyarországi szárnyas tartó telepen is kimutatták a madárinfluenzát. Néhány nappal később Kína közölte, hogy semmilyen baromfi és vízi szárnyas terméket nem importál Magyarországról. Kína nem az első volt, korábban 9 ország, köztük Dél-Korea és Izrael is korlátozta a magyar baromfi hús bevitelét. A betegség egyelőre nem jelent meg máshol az országban, viszont már így is óriási károkat okoz. Évekig tarthat ugyanis, amíg a tiltást elrendelő államok újra beengedik a magyar húst. Ezzel kapcsolatban tartott előadást diákoknak Csorbai Attila, a baromfi terméktanács elnöke, az Agrárminisztérium által fenntartott Szekszárdi Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnáziumban. Én úgy gondolom, hogy a világ nagy járványai azok a legfontosabb események, amelyek a globális húspiacra, így a baromfi termékekre is hatnak. Ezek közül nyilván kiemelendő az egyik konkurens húsféleség, a sertéshúst érintő problémák, hiszen az afrikai sertéspest is következményeként elsősorban Ázsiában óriási állományok mentek ki, és gyakorlatilag ezt mind a mai napig nem tudta a világ semmilyen úton, módon pótolni. Nyilván ez a betegség ez nem állt meg Ázsiába, tudjuk, hogy jelen van az európai kontinensen is, és hát ez komoly problémákat okoz jelenleg, mennyiségi problémákat, hiszen Kína húsellátása jelenleg nem biztosított. Az ember ilyen esetben azt gondolhatja, hogy a sertéshús körüli problémák felhajtják a baromfi hús árát, a szakértő viszont épp az ellenkezőjére számít. Csorbai Attila szerint a sertéspest is a baromfi ágazatnak is komoly károkat okoz. Baromfi hússal is próbálják ezt a kieső húsmennyiséget pótolni, azonban a kedvezményezett régiók az elsősorban Brazília, illetve hogyha a kínai-amerikai kapcsolatok valamikor majd rendeződnek, akkor valószínűleg az Egyesült Államok lesz, hiszen ezek azok az országok, akik olyan mennyiséget képesek produkálni, amelyek elláthatják, vagy részben pótolhatják ezt a kieső húshiányt. Vagyis az európai és azon belül a hazai tenyésztők komoly versenyhátrányba kerülhetnek az észak- és dél-amerikai kollégáikkal szemben, de nem csak ez nehezíti az ágazatban dolgozók mindennapjait. Európán belül és a baromfi ágazaton belül is megvannak a saját problémáink. Ez a problémakör az elsősorban a madárinfluenza és annak következményeire vezethető vissza. Tudjuk, hogy Európán belül több országban is jelentettek, riportoltak ilyen típusú megbetegedéseket, köztünk hazánkban is. Nekünk most az a legfontosabb, hogy ezeket a járványkitöréseket, illetve annak kockázatát minimalizáljuk, lehetőség szerint ne történjen újabb kitörés, és hát ehhez nagyon sokat kell tenni a hazai gazdálkodóknak. Vagyis a hazai tenyésztőknek szigorúan be kell tartaniuk az elrendelt szükséges állategészségügyi és járványvédelmi intézkedéseket. Például, hogy tilos szabad ég alatt tartani a szárnyasokat. Ez nem csak a nagy szárnyas tartó telepekre vonatkozik, hanem azokra is, akik otthon a háznál tartanak baromfit. Reményeink szerint a hatóság be is fogja tartatni ezeket a
az előírásokat, ahhoz, hogy tényleg ne történjen újabb kitörés, és akkor ismét szárnyalhasson egy kicsit a baromfi. Itthon már akár néhány héten belül feloldhatják az árlati intézkedéseket, az viszont évekig is eltarthat, amíg a már tiltást elrendelő államok újra beengedik a magyar baromfit. A fertőzött állományok nagysága is olyan nagyságrend, hogy adott esetben több hétig tart, amíg a telepet kiürítik. Ezt követően kezdődhet meg csak a takarítás, fertőtlenítés, és ezt követően bizonyos idő elteltével lehet csak feloldani az állati intézkedéseket. Én úgy gondolom, hogy ez megtörténhet tehát a telepek kiürítése reményeim szerint egy-két hetes időtartamon belül meg fog történni. Ezt követően kezdődik el a takarítás, fertőtlenítés. Az állati intézkedések feloldására reményeim szerint valahol február közepe végén kerülhet sor. A madárinfluenza ellen egyelőre nem létezik hatékony gyógyszer, és a baromfi terméktanács elnöke azt mondja, ha létezne, sem lenne igazán jó megoldás a gyógyszerezés. Elméletileg lehetne kifejleszteni olyan ellenanyagokat, illetve olyan vakcinát, amely hatékonyan képes lehet megvédeni az állományt. De tudjuk, hogy a madárinfluenzának is több szerotípusa van, tehát a vírus is különbözőképpen hasonlóan egyébként, mint a humán influenza vírus, ott is különböző törzsek, szerotípusok léteznek. Éppen ezért mindig kérdés, hogy ez költségében mondjuk mit jelentene egy ilyen védekezés. A másik oldal pedig, ami szerintem inkább kétségessé teszi, ez a gyakorlati felhasználhatósága, hiszen a különböző ázsiai országok a különböző szállítmányokat, azokat ellenőrzik. Na most, hogyha találnak egy madárinfluenza elleni ellenanyagot ebben a testrészben, húsban, vérben, akkor ugye felmerül a gyanú, hogy ez egy fertőzött állomány volt. És jelenleg ugye nincs olyan metodika, amivel ezt az ellenanyagot el tudjuk különíteni a vakcina ellenanyagtól. Ebből adódóan nagyon sok ország kizárná a vakcinázott állományokat a saját kereskedelméből és forgalmából. Úgyhogy emiatt azért kétséges ennek a vakcinának a felhasználhatósága. Én ezt ott látnám szükségesnek, ahol a nagyértékű tenyészállományok, adott esetben elitállományok megóvására törekednénk, hiszen ezek kereskedelmi forgalomban nem kerülnek, azaz gyakorlatilag mindegy, hogy az ellenanyag az milyen és hogyan mutatható ki, ugyanakkor meg tudnánk ezeket óvni, adott esetben a fajokat vagy a fajták kipusztulását. Például libából, kacsából is vannak olyan állományok, amelynek megóvása azért mindenképpen fontos. Vagyis a húsban levő gyógyszernyomok bizonytalanságot okoznának, mert a vevők nem tudnák biztosra venni, hogy az állatok nem fertőzöttek meg madárinfluenzával. A szakértő szerint éppen ezért hosszú távon a gyógyszeres kezelés helyett inkább a betegség terjedésének megállítása lehet hatékony védekezési módszer. A járványvédelemnek a nagyon szigorú fejlesztése, és ezeknek a fejlesztésekhez ez forrást is kell biztosítani. A forrás pedig meg is lesz, ezt néhány napja a Facebookon egy videóban jelentette be Nagy István agrárminiszter. A szaktárca vezetője azt mondta, pályázatokat írnak ki, amikkel az állattartók a telepeiket korszerűsíthetik. Hozam című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Szekszárdi Szakképzési Centrum, a szakmád a holnapod, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.